Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 18-án. A hold a föld körül kering, és a mai napon eléri azt a pontot, ami a legközelebb van a földhöz. Ez az energiamező kivált belőlünk valamit, mégpedig a vágyakat, a reményeket és az álmokat. Mivel ez közel van a földhöz, ez megvalósítható. A hold a mai napon a Visakha holdházban található, ez Indrakni hatása alatt áll. Ez két istent jelent, egyrészt Indrát, a fő istent. Ez olyan az indiaiaknál, mint nálunk a klasszikus görög mitológiában Zeus. És az Jupiter bolygóval áll összeköttetésben. Ez annyit jelent számunkra, hogy Jupiter bolygó kihat a mai napra, erre a holdházra. Jupiter bolygó hatása alatt valami kibővül, ez lehet egy szerencse, lehetőségek, de gyakran kihat az igazságra, az igazságtalanságokra, vagy egy bírósági ügyre. Mindenki ezt másképp éli át. A másik isteni hatalom ebben a holdházban, ami kihat a mai napunkra, ez Agni, tűz elemét szimbolizálja, a bátorságot, a lelkesedést és a szív melegét is. Nem csak ez utal a tűz elemére, hanem Visakha is, mert ez egy istennő a tűz eleme felett, tehát még egyszer mutatkozik itt a tűz eleme, ami ebben a holdházban dominál. Visakha nem csak a lelkesedést és a bátorságot mutatja, hanem elégett valamit, amire nincs szüksége. Ezt úgy mondhatnám, hogy hagyjunk valamit magunk mögött, ami eddig akadályokat okozott számunkra, vagy kiváltott belőlünk félelmeket. A mai napon a hold Merkur bolygóval áll összeköttetésben, és együtt hatnak. Itt beszélgetésekről van szó, és érzelmekről. Vagy egy hír, ami kihat az érzelmeinkre, vagy tudunk kommunikálni a társunkkal az érzelmekről. És ez kellemes lehet, holott van egy kis bizonytalanság, és azt egy Mars és egy Vénusz kapcsolat vált ki. A Mars bolygó a férfiasságra utal, Vénusz bolygó a nőiességre. Itt szerelmi kapcsolatról van szó. Kettőjük között van egy úgynevezett quincunx aspekt. Erre mindig mondom a példát, mint egy inga. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, melyik irányba fog kimozdulni. A választ nem tudom, fogalmam sincs, és így érezzük magunkat a párkapcsolat területén. Nem csak mi hölgyek, hanem a férfiak is. Nem tudják, hogyan tovább. A mai nap kivált nálunk bizonyos témákat, vagy egy bírósági ügy, vagy igazságtalanságok. Szükségünk van az igazságra, és sokan küzdenek ezért. Azon kívül a belső nyugalom, a harmónia, a szépség. Lehet, hogy ma megszépítünk valamit. Ami még fontos, az a párkapcsolat és a család. Lehet család alapítás is, vagy egy magáncég alapítása.
Viszont fontos azt is figyelembe venni, hogy ne siessük el a dolgokat, mert még korlátozások vannak. Kell, hogy türelmesek legyünk, amíg megvan a biztonság érzete. És ez volt a mai felvételem Misó is október 18-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!